Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mesebeli asztrológia, az asztrológia tudása mesebeli képekkel, mégpedig április 14-én. Először is el kell, hogy mondjam, hogy az indiai asztrológusok, és ez, amivel én dolgozom, másképp számolják ki a horoszkópot, mert ők figyelembe veszik azt, hogy a mi naprendszerünk mozog, és ez által elcsúszik a tavasz pontja. Én összehasonlítom ezt azzal, ahogy az asztronómusok is ezt közlik, és az indiai asztrológia és az asztronómia egyhangban van. De ne csodálkozzatok el azon, ha én közlöm veletek, hogy hol van a nap, a hold és a bolygók, az más, mint a mi általunk ismert asztrológiában. Ebben az indiai asztrológiában vannak úgynevezett tithik. Ez azt jelenti, hogy milyen messze van a hold a naptól, egy teli hold vagy egy új hold után. A mai nap tehát április 14-e a 6. tithi napja. Ezt az indiai asztrológusok úgy közlik, hogy mi ma találunk valami újat, vagy valami meglep, vagy valaki meglep bennünket. Az is fontos ma, hogy olyan lépéseket tegyünk, ami a jelen pillanatban nagyon fontos. Meg kell, hogy tartsuk a disziplint, de ne adjuk fel az élet örömünket. A mai nap is nagyon jó a gyógyászat területén, és arra is, hogy ma valamit rendbe tegyünk, vagy valamit megtisztítsunk az életben. Én azt is hozzátenném, hogy a mai nap alkalmas arra, hogy a lakásban, a házban, a ház körül rendet tegyünk. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. A mai holdház, ahol a hold található, úgy nevezik ezt, hogy Purvashatra. Ez a holdház azt közli velünk, hogy ma, a mai napon az a legfontosabb, amit mi kívánunk. Mert ha ez nem teljesedik be, vagy mi ezt feladjuk, az kihat az érzelmeinkre, és akkor elégedetlenek vagyunk. És ez lehet, hogy ebből az elégedetlenségből rosszra fordulnak a dolgok, vagy ez betegít bennünket. És oda kell, hogy pillantsunk a mai napon pontosan arra, amit mi kívánunk, amit mi elérni szeretnénk az életünkben. Ami az elemeket illeti, van 4 alapelem. Ez a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme. Ezen kívül van még az éter, ami összeköt bennünket az isteni vagy az angyali energiába. A mai napon a tűz elemében van nap és hold. Az indiai számítás szerint a nap ma átkelt a kos jegyében, és ez a tűz eleme. A nap mutatja a havi témát. Ez lehet egy új irány, az is előfordulhat, hogy valami lelkesít benneteket, és megindul valami új az életben. A hold,
A nyilas jegyében szintén a tűz elemében található. Tehát nap és hold az egy ilyen harmonikus kapcsolatban áll, és ők mutatják ezt a lelkesedést, a bátorságot, mert közlik így nekünk a tűz elemét. A föld elemében van Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. A föld eleme mutatja a biztonság érzetét, kihat az anyagiakra is. Mivel itt Mars és Vénusz található, ez kihat a párkapcsolatra. Jupiter segít, adja a lehetőségeket, és a Szaturnusz bolygó hatása alatt lehet ez egy sorskapcsolat, egy lelki kapcsolat, és gyakran vannak itt kármikus témák is. Ha én így a napi asztrológiánál az elemekről beszélek, akkor kihagyom a külső bolygókat, Uránuszt, Neptunt és Plútót, mert azoknak más hatásuk van. Tehát tekintem a belső bolygókat Szaturnusz bolygóig, ez a határ, és ha én ezt így tekintem, akkor azt tudom közölni veletek, hogy a levegő elemében nincs bolygó. De hozzá kell tennem, hogy a mai naptól kezdve a mi földünk a mérleg jegyében mozog, és az a levegő eleméhez tartozik. És ez nekünk azt jelenti, hogy mi ezt nem kapjuk meg, ezt a levegő elemét viszont kell. De ez fontos, mert szükségünk van rá. A Föld, mint bolygó mutatja, hogy mi ad nekünk biztonságot. Ez a mérleg jegye, és az közli az igazságot, és a párkapcsolatot. Ez most nekünk nagyon fontos. Azon kívül a levegő elemét, ezt a könnyűséget. A víz elemében található Merkur bolygó. A víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. És Merkur mutatja, hogy milyen fontos az érzelmekről beszélni. És most a kapcsolatok. A nap kapcsolatban áll Jupiter bolygóval és Plútó bolygóval. Ez nem könnyű. Sok az igazságtalanság. Ez azt is mutatja, hogyha mi abban reménykedünk, hogy javulás lesz, vagy szeretnénk a terveinket megvalósítani, és vannak elvárásaink, és nézzük a lehetőségeket ebben a kapcsolatban a Jupiter és a nap között nehézségek vannak. És ezeket át kell, hogy éljük. A Jupiter bolygó nem csak a nappal áll kapcsolatban, hanem a mi földünkkel is. És ez pontosan így hat ránk, ahogy a nap-Jupiter kapcsolatnál én említettem. Vannak terveink, vannak vágyaink, elvárásaink, de a lehetőségek nehezek. És a Jupiter bolygó hatása alatt látjuk az igazságtalanságot is. Nem csak Jupiter hat a Földünkre, hanem Plútó bolygó is. Plútó mutatja a belső erőt. De ebben a kapcsolatban, amit mi kvadrát aspektnak nevezünk, mutatja a nehézségeket is. Sokan erőtlennek érzik magukat, vagy feladják azt, amit elérni szeretnének. Feladják a reményt.
És pontosan ebben a nehézségben, amit most mi átélünk, kell, hogy erősítsük az önbizalmunkat, a belső erőnket, ne adjuk fel. Plutó kapcsolatban áll a nappal is, ugyanaz. Ez a kvadrát aspekt a nehézségek. A nap mutatja, hogy ezt át kell, hogy lássuk. Oda kell, hogy nézzünk. Sokaknál, pontosan ezekben a nehéz időkben kinyílik a szeme, és keres új kiutat. A nap kihat magunkra, és kell ez az önbecsülés. Ez lenne most a fontos, oda nézni, és ezt megtartani. És a Plutó hatás segít abban, hogy ezt a belső erőt mi megtartsuk. És ez volt a mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket!